Sziasztok! Utólag is boldog karácsony mindenkinek, december 27-e van. Voltam bent az ügyfeleknél, illetve most még konkrétan egynél, akik vettek két laptopot, decemberben meg ezt a switch switchet. De hát egyébként most decemberben minden fél kikoltak ezt, úgyhogy január, illetve a két ünnep között is gépek telepítésével zajlik, mert mindenhol vettek egy csomó új gépet. Itt csak két laptopot, meg ezt a switchet, Uh, és hát őt fogjuk most megnézni. A laptopokon sok nézni való nincsen ilyen kutya közönség és Del Vostro, semmi extra, úgyhogy uh, azokat majd intézem. Netgear cumó viszont még nem volt nálam, illetve nagyon-nagyon régen egy nas, amit rá néha mi most is ránézek távolról az egyik ügyfélnél, de például a Netgear Switch sosem volt, úgyhogy most rögtön megnézzük ezt a Netgear Switch-et. Öről azt kell tudni, hogy ez egy uh, Smart Managed Plus Switch, ami, hát így megnéztem a Netgear oldalán, ennyit készültem elő erre a történetre, ez gyakorlatilag a menedzseletlen switch utáni első lépés, tehát a smart switchek, ahol más néven talán management pro néven futnak, sokat nem időztem vele, de olybá tűnik, hogy valójában, amit régebben management pro-nak hívtak, az most a smart és a plusz switchek, ezek a, a, az eszközök. Nagyjából annyi a különbség, hogy ezekben kevesebb tekergetni való van, és kevesebb tekergetési lehetőség van, mint a smart switchekben. De őszintén szóval, egy ötportos eszköz, ha már valami fajta management lehetőséget mutat, az tök jó dolog. Én ahova ilyen picike switcheket raktak, oda is szeretem, hogy valami management azért legyen, hogy az ember az ott esetben rá tudjon nézni. Hát ez egy pár dolgot tud, többek között tud uh, vélanozni is egyébként, bár erre itt most egyébként nem lesz szükség ezen a helyen. Uh, és uh, még nem tudom, igen, poét nem tud, ugye ilyenből van poés is, de ez nem tud poét. Uh, Ami tud ugye auto uplink, akármit is jelentsen ez, uh, vélanokat, uh, quietly of service-t, bandwidth-kontrollt, autó DOS prevention loop detection hát ezeket tudjának, bontsuk ki, gyertek közelebb, nézzük meg, mi van a dobozban. Most ollóval nem készültem, úgyhogy a régi csavarhúzós trükkel próbálom a nylont megindítani, reméljük sikerül. Nem nagyon hangolottam én még itt rá a munkára, nem, mint amúgy még már rá lennék hangolódva a munkára, de hogy így különösen nem. Kibontva a csomagolást, találunk benne egy installation guide Ha nézzük először akkor a papírmunkát, miket találunk benne. Van egy ilyen szokásos kis fecni. Software update. De igen, ebből a V1-es verzió az elméletileg már e, kifutott. De ez szerencsére a V2-es verzió, tehát ez még támogatott. És ú, installation guide, valami más nyelven. E, aztán mi ez? Ez is más nyelven. Ez is már olaszul, mik vannak még itt? E, guide, oké, okay, ennyi gyakorlatilag, amit ebből itt találunk. Ez az eszköznek az installation guide, -ja, az gyakorlatilag azon kívül, hogy dugdost be, regiszter, hát remélem a regiszterre nem lesz szükség, azért az csúnya lenne. Enter the default password, ami az eszközre van nyomtatva. Tehát elmentek az eszközre majd rá nyomtatva a password, oké. Okay. Miket találunk még benne? Tipli csavar, egy kicsi adapter, ami Ennél a fénynél meg nem mondom, mennyit tud, de talán 12 volt ott, ha jól, jól olvasom, és 1 ampert. És itt van maga az eszköz, amivel lyukat ütöttem a papíra, látjátok, az asztalon keresztül, sikerült rá lyukat ütöm a papíra, hogy elejtettem. Azt akartam is mondani, hogy jó súlya van, és ez ugye egy fémházas cumó, és hát látjátok, ütőképes a sarka. Na, nézzük. Lehet lakatolni. Itt van egy reset gomb, itt van egy tápellátás gomb. Igen, 12 volt egy amper, jobban tudom olvasni. Némi hűtés. Itt vannak a portok. Némi led. Van egy power, és van kettő darab ledünk. Hát az egyik azt gondolom a, 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 a linket jelzi, a másik Hát ez jó kérdés, mert szerintem ez nem poés, úgyhogy valószínűleg akkor lehet, hogy külön led van a linkre és külön a sebességre. És a default password az a password, az password. Ide van írva az aljára, tehát ők még nem úgy csinálják, mint a mikrotikéknél, hogy minden eszköznek külön default passwordje van, hanem bizony-bizony itt Ad, admin és admin a default password. Oké, okay. hát én súlya van, az látható, nem túl sérülékeny, és szaktest, ugye ez fontos, valahonnan nagyon mélyről, nagyon lágyan jön valami, tehát nagyon gyenge az illat, kicsit keveredik a nyák, és egy enyhe emésztőgödör illat, de de nem mondanám rossznak, egy picikét, picikét olyan, mint az elhanyagolt emésztős anyák, de kevés benne az emésztő, úgy összességében egy lágy illat. Jó, de ez nem fogja teli szagol, szaggal teli nyomni a szavát, az biztos, mert alig érezni valamit. Rendben van. Nézzük akkor ezt működés közben. Összedugdostam a rendszert. E Menj egy kicsikét így, így. Szóval ebben az ötös számú portjában van a benti routerünk. Ő most úgy mondta az uplink portja, onnan kapja a netet, és DHCP-n onnan kap na IP-t, ha kapna. És mi most a hármas portból vagyunk bedugva, és igen, jól sejtettem. Tehát az egyik lámpa kettő közül az a linket mutatja, a másik pedig a kapcsolat sebességét. Na most, a helyzet az, hogy ő hiába kapna a DHCP-n címet, ez őt marhára nem érdekli, csak ezen a fix ip lehet elérni, ugye ez rajta van egyébként az alján az admin jelszóval együtt, úgyhogy ezen az IP-n kell vele próbálni kapcsolatba lépni, úgyhogy ennyi történt, ideig eljöttem a weboldalig, és semmi egyéb, beírom az admin, admin password ö, vagy pedig password volt a -e password? Password volt a password. Oké, okay, így van, és tulajdonképpen bent vagyunk, ahol rögtön is egy jelszó módosításra szólít fel minket, hogy csináljunk egy jelszót. Hát akkor csináljunk egyet, legyen benne, látom, nagybetű, kisbetű és szám. Oké, nézzük. Test 1-2-3-4-5-6. És test 1-2-3-4-5-6. Ugye az egyéb szimbólumok azok engedélyezve vannak, de úgy látom, hogy nem kötelezőek, úgyhogy nem kell beletenni semmit. Így van. És már is be tudok lépni, akkor most végre a teszt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 -tal. Oké, rendben. Na. E hát itt, 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 vagyunk a webes felületen, Nedgear switch et sosem láttam még. Nézzünk körül, adhatunk neki egy nevet, legyen ez egy test. Nyomjunk rá egy apply és nézzük meg itt mik vannak, angol, német, meg hmm, tán kínai, illetve ugye az autó, hát ugye a magyar nyelv nincsen a, a választatók között. Nézzük meg, hogy miket látunk, DHCP mód, DHCP mód, enéből, hmm, ez nem történt meg, elképzelhető, hogy majd most, hogy már adtunk jelszót, el fogjuk érni, e, mi történik, ha egy refreshre nyomok, mert ugye itt van az, a, az az IP, amin, amin ugye őt elértük, de ennek ellenére egyelőre ő... És nyomok rá egy dizébőt. Oh. Ah, Dizébő. Oké. Okay. És enéből. Na, most valami történt. Azt hiszem, hogy most már ezen az IP-n nem érjük őt el. Oké, okay. semmi gond. Így van, itt, itt már nem érjük őt el, vagy, vagy marhalassan történik benne valami. <laughs> Oké, okay. én azt mondom, hogy akkor tételezzük fel, hogy sikerült végre bekapcsolni a DHCP-t. Úgyhogy nem is ide akartam jönni, hanem azt, ami kapcsolatok szerkesztése és visszajövök ide, és akkor kigyakom innen most már ezt a fix IP-t, és át is állítom DHCP-re. Legyünk optimisták, hogy DHCP-n fogok valami IP-t kapni. Biztosan, biztos ezt kihúzom, a saját madzagunkat, ugye, és bedugom. Nem wi vezetékesen szeretnék. És nézzük meg, hogy hát Kapunk-e kapunk -e már valami megfelelő IP-t? Így van, jó IP-t kaptunk. Na akkor durancsunk, keressük meg, hogy mi lehet ennek a. nem ide. 024. Keressük meg, hogy mi lehet akkor most már az új címe. 2.48, 2.49, és szerintem a 2.47 lett, ott látunk is egy 80-as sportot HTTP-n Openber, úgyhogy biztos, hogy ő lesz az, úgyhogy azt mondjuk, hogy 10.247-es IP-t kapta. És nem HTTPS, hanem csak HTTP. Így van, itt is vagyunk. Teszt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, megvagyunk. Tök jó. Jó, később emlékeztessen minket arra, hogy, hogy itt lehet regisztrálni. Itt be van kapcsol, hogy enéből, és már ki is írta ugye az új ip Oké, okay. hát ez valahogy valószínűleg el kellett hozzá ezt játszani, hogy ő hogy tényleg dhcp n kapja. Rendben. Port státusz. Itt láthatjuk ugye a portjainkat, mondjuk nézzük meg, hogy mi történik, ha itt nekiállok állítgatni, vagy mit lehet állítgatni, lehet látni a speedet. 10 megabit halftól ugye uh, gigabit fullig, full, full, half, full, igen, igen, uh, 100 half, 100 full, igen, és akkor ugye a giga az pedig ugye automatikusan jön feltételezem én, mindjárt nézzünk valamit, amit, aha, itt, itt át se lehet állítani, speed, autó, de, itt is 100 full, utána már akkor a gigára, gigára nincsen opció. Az akkor valószínűleg az autóban működik a, a giga, illetve ugye a flow control lehet állítani. Ezt, ezt tudja itt. És ugye látszik, hogy melyik port él, melyik port nem él jelen pillanatban. Oké, okay. loop detection. Loop detection-t azt természetesen kapcsoljuk be. Nem történik szemre semmi azok úgy be van kapcsolva. Na, hát nézzük meg, mi történik, hogyha én itt mondjuk ping 10.001-et elkezdem pingelni. Itt, itt, most a loop detection nem találtam uh, egyelőre semmit, de dugjunk egy, dugjunk egy húrkot, sárga kábel egyik vége, másik vége. Mi történik? Kigyúltak a fények, mint egy tisztességes huroknál, és és biztató, mert látjátok, hát nem tudom, hogy látjátok-e, de az történt, hogy az első kettő, ahol a hurok lett dugva dugott, villognak a villognak a lámpák, miközben a switch nem halt le. Tehát ugye megy továbbra is a ping, azt nem tudom, hogy volt-e benne megállás, mindjárt kihúzok, és dugok egy újabb hurkot, és akkor megnézzük, hogy volt-e volt -e az időben némi megállás. 344.29. Aha, itt lesz, itt lesz, itt lesz, itt lesz. Itt, itt azért lesz. Igen, ott volt. Volt, de ennyi. Gyakorlatilag ennyi, hogyha valaki hurkodog, az élet attól még megy tovább, tehát tök jó. Ez most már úgy tűnik, hogy egyre több eszközben ez ilyen tök alap dolog, hogy loop prevention legyen benne, és működjön is. Ugye, hogyha valaki megmutatom milyen az, hogyha ez ki van kapcsolva, ha valaki nem, nem tudná, hogy mi történik ilyenkor, amikor loopot valaki, most ki van kapcsolva, és most felteltően fényorgonát fogunk látni az összes lámpáján a switchnek, és meg fog állni, meg fog állni a forgalom. Igen, minden lámpa világít, és gyakorlatilag... Aha, ha, jó, kezdesz beledöglni egy picit tovább ment, de, vagy úgy láttam, mint a tovább ment volna, kezdesz beledögleni, így van, most már minden lámpa villog veszettül, tehát sikerült, sikerült, <laughs> sikerült egy stormot generáljunk, úgyhogy most megfeküdt véglegesen, látjátok? Na, ez a különbség a ki- és bekapcsolt loop prevention között, ezt most kihúzom, és loopon megyünk tovább, úgyhogy ez nyugodtan lehet bekapcsolva. Oké. Okay. Power saving mód, ki és be lehet kapcsolni, utána kell nézni, mit jelent ez a power saving mód, de én ezeket ilyen switch-eken, ilyeneket nem szeretem bekapcsolni. Swib, uh, switch management mód, elméletileg van hozzá valamilyen utility, ha jól sejtem, ahol, amit be lehet kapcsolni, onnan is elérhető, vagy pedig webbrowser, és uh, hát a TFTP-t ezt engedélyezzük, vagy sem. A rendben nézegessük tovább, mit látunk. Uh, Menedzsmenten haladva ugye, van egy change password, egy rebootot lehet uh, beixelni, egy gyári alapértelmezett uh, beállításokra visszatérés, firmware update, hmm, Nézzük meg, mi történik. Enter the loader mode. Aha, tehát itt kézzel kell feltölteni a firmware -t. Rendben van. Mindjárt megnézzük, hogy van -e esetleg hozzá újabb, és akkor uh, Mindjárt megnézzük, hogy hol lehet megnézni, hogy mekkora, cancel, innen, innen nem jutok vissza, úgy látom, innen nem jutok vissza ebből a módból, amíg meg nem frissítettem a fönvert, úgyhogy inkább nyomok rá egy rebootot, úgy látom, minden így lehet kijutni. Na, miután újraindultunk, akkor itt a nyitó oldalon meg lehet nézni a fönnvel verziót, és ez az 16011. Jelen pillanatban is ez az 16011 a legfrissebb, úgyhogy nem tudunk egy fönnvel frissítést bemutatni, de oda belépve kéne fönnvel frissíteni rendben. Haladjunk tovább. El lehet menteni a konfigurációt vissza lehet állítani egy elmentett konfigurációs fájtból a dolgokat. Access Control nagyon hiányzik innen egy helyi help, hogy például most vajon, várjunk csak itt van egy kis kérdője, nyomjunk rá, meg egy picikét megint a betűméretre. Azt mondja engedélyezi IP vagy IP tartományból, oké. Okay. Én azt gondolom, bár itt ezt nem így, hogy magának a switch elérésének, vagy a beállításainak az elérésének, de én azt gondolom, hogy itt magának a, a switch beállításainak, a, tehát a management felület tekergetését lehet itt kimaszkolni, hogy hát milyen, uh, milyen portról, milyen IP-ről történjen, vagy IP tartományból történjen. Monitoring. Oké, okay. nézhetünk port statisztikát. Hát, uh, refresh, nyomjunk el egy refresh oké, okay, így már látunk adatokat, tehát itt, itt mindenképpen nyomni kell a refresh-t ahhoz, hogy változzanak a dolgok, rendben. Mirroring, hát ugye a ringot? most nem fogom megmutatni, volt már uh, több ilyen videó is a csatornán néztünk mirroringet, szerintem a hálózati alapismeretek hatodik részében csináltunk is ilyesmit, ugye ott a hálózati forgalmat fogtuk el. Egy a lényeg, nagyon röviden, aki ebben nincs képben, hogy ugye a switchek, azok nem engednek rá minden forgalmat minden portjukra. Tehát ha meg akarod nézni, a hálózaton milyen forgalom zajlik, hiába dugod be az eszközölet a switch egy adott portjába, nem fogod látni csak azt a forgalmat, ami mondjuk broadcast üzenet, ami szól mindenkinek, ami mondjuk a két egyéb port között ő tartozó forgalom, aztán nem fogod látni a harmadik bedugott porton egy switch esetében, ha csak nem tud mirroringet, tehát a mirroring lényege az az, hogy egy vagy több megadott port forgalmát jó esetben be lehet állítani, hogy fölfele vagy lefele, tehát ki vagy befele tartó forgalom, is lehet szűkíteni, lehet egy portra irányítani, és így gyakorlatilag meg tudod nézni a forgalmat annak ellenére, hogy egy switch vagy bedugva, ezre a portra mondjuk rátükrözzük, hát nézzük meg, hogy itt ez hogyan is működik, mirroring enéből, és akkor nézzük meg, az egyes port, destination port, és source port kiválasztom, Aha, tehát azt mondom mondjuk, hogy, a, hogy, a, hogy, az egyes port, a forrásport, és a destination port, az meg mondjuk legyen ugye a hármas, Mennyi enged egyébként, akár én saját magát is, de remélem ezt nem engedi leokézni, De már hát, tudjátok, hogy próbáljuk ki. Igen, jó van, tehát ezt nem engedi leokézni, tehát a hármas nem engedi leokézni, de gyakorlatilag akkor az egyes, kettes, négyes, ötös port teljes forgalma, az miről rozódik a hármas portra, tehát én amit hármasra feldugom ezt a gépet, el tudom fogni az összes többi porton menő forgalmat, és tudom analizálni a forgalmát. Jó, ezt most kikapcsoljuk, az itt látható, hogy itt azt nem lehet szűkíteni, hogy milyen irányú forgalom a portra belső és portról kifelé távozó forgalom is tükrödésre kerül feltétlenül, mivel ugye nincs szűkítve. Kábel tester, nézzük meg, mondjuk mit mond az ötös portra? Ok, jó, én voltam türelmetlen. Én voltam türelmetlen, ok, annyit mond rá. Oké, és az egyes mit mond, kíváncsi vagyok, az ugye nincs bedugva jelen pillanatban. annak itt lóg a vége. No oké, okay, rendben. Multicast, uh, IGMP, oké, okay, be lehet kapcsolni az IGMP snoopingot, az be is van alapból kapcsolva, és blokk, ismeretlen uh, Multicast address. Oké, okay, de gyakorlatilag alap IGMP dolgokat itt be lehet rajta hákolni. Oké, okay, nézzünk egy v van egy portbázisú vélanyja ennek a történetek, ahogy nézem, ezt be lehet kapcsolni. Oké. Okay. Itt gyakorlatilag ide kattintással át lehet írni, hogy melyik port, melyik vélan legyen. Valószínűleg a management felületes csak az egyes porton jön be, vagy az egyes vélan ID jön be, így tipre, úgyhogy ezt nem kéne eltoszni a hármasét, de akkor például megtehetem, hogy mondjuk a, a az egyes, és a, ezek mondjuk azok egy, egy VLAN ID-ban vannak, így, így, van, meg is történt. Tehát nagyon egyszerű portalapú VLAN van itt, nézzük meg egy Advanced-et, gyakorlatilag ez is egy portalapú VLAN, de Advanced, oké, okay. akármit is jelentse, mindjárt kiderül, Na, rendben, oké, okay. és azzal, hogy bekapcsoltuk az advanced kikapcsoltuk a basic mert néztem, hogy itt ugye a port memberek, a VLAN ID 1-ben 1-től 5-ig vannak, mikor én az előbb ezt átállítottam, de a basic ilyenkor kikapcsolódik, és ugyanúgy 5 lehet változtatni, akkor ez mitől advanced -ebb? Nem tudom, szep felületen lehet cutting-atni a dolgokat. Rendben, akkor az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös az ne legyen ebben a VLAN-ID-ban. Így van, port bekerült a 3-asba, és akkor azt mondjuk, hogy a 4-as VLAN-ID-ba pedig kerüljön be az 1-es, 2-es. Aj, itt csak ki lehet választani csoportosan. Oké, okay. és az ötös véla náladibba kerüljön be a négyes, ötös. Oké, okay. ennyi gyakorlatilag. Ha nagyon bátor lennék, akkor tudjátok, mi nagyon bátor leszek. Fogom, és és a, a, az egyest. Mindjárt megnézem, hogy most az egyes be tudom-e tenni még ide is vagy pedig át fogja változtatni. Á, ah, be lehet -e is. Aha, tehát ettől edven szebb, hogy több, <laughs> többet is meg lehet neki adni, nem csak egyet. Tehát az egyes porton lévő ID az most az egyes, és a hármas is. És akkor én most a hármas sportról leveszem a leveszem az egyes fél ID-t, dugva. Így van. Aha, oké, most veszem le róla. És kíváncsi vagyok, hogy akkor most a hármas port az átkerült a, a az ötös vélan de úgy látom, hogy a menedzsment az itt is él. Oké, okay. tehát akkor a management uh, hozzáférés az nincsen uh, az egyes vélan ID-hoz hozzá kötve. úgy látszik, legalábbis, mert továbbra is megmaradt. Ugye azért mókáztam itt, hogy áttettem az egyes portba az egyes VLAN ID-t, hogyha mégiscsak a, az egyes VLAN id menne a menedzsment, akkor átdugom az egyesbe, és akkor lehet használni. Tehát ez volt itt a, hatalmas terv, de úgy látom, hogy erre nincs szükség, tehát ez, ez működik itt is. És akkor majdnem nem vettem észre itt a menüpontban, őszintén szóval a videóban már tovább mentem, és a QOS-nél vettem észre, hogy hát ott, ott is volt még itt almenü, úgyhogy itt is van még itt almenü, 8021 Q vélan. Tudj, kapcsoljuk be, ez most ugye törölni fogja jelenlegi vélan beállításainkat. És ugye itt is van egy basic és egy advance változat, úgyhogy kattintsuk rögtön az advance beállításokra. és válaszoljuk ki ezt. Na, aj! itt már egy picit többet lehet tekergetni, az látszik. Uh, VLAN ID 1, igen. Akkor nézzünk egy VLAN ID-t, mondjuk százas. Fölkerült a százas VLAN ID, oké. Okay így föl tudok venni, vélan membership el meg tudom adni, hogy jelölt vagy jelöletlen, na, itt már lehet rendesen vélant beállítani, és akkor azt mondom, itt vélan ID 100-as, az ötös sport legyen mondjuk egy, ja, opá, ez akkor mindet azáltal csinálja, akkor ezt még untagál, tagál, rimogál, akkor oké, okay. ezt beállítjuk itt az ötös Százas vlan id Oké, okay, nézzük meg, hogy itt megjelente, így van. Százas vlan van az ötös port, és itt lehet port pvid beállítani, tehát megadni, hogy adott porton beérkező tegeletlen forgalom az milyen VLAN-ID-t kapjon. Ha az egyes porton beérkezik valami, akkor az kapja a százas vlan id -t. Oh, aha, bele kell tenni, ó. Oh. Ja, értem, 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 értem. Szádas id itt megkapja az ötös port, így van. Oké, okay, már látom, hogy hogy működik. Oké, okay, és akkor gyakorlatilag itt ö, azt látjuk, hogy van az ötös port van, és a port preview, az pedig így néz ki. Jó, hát tök egyszerű, tök egyszerű, tök egyszerű és működik. Szóval, most menjünk tovább a Quietloaf Service-ra, ahol én már jártam az előbb. Tehát van alapból ez a 802.1p, illetve hát be lehet egy port alapú Quietloaf Service-t állítani, ami gyakorlatilag hát annyit tesz, hogy portonként tudsz egy lótól, high priority beállítani egy-egy adott portnak a prioritását. Hát ezt én, én inkább itt hagynám őszintén. Szóval ha csak különösebb oka nincsen, hogy ezt megváltoztassam. És akkor nézzük meg, hogy itt mik vannak még. Rate limit. Be lehet portonként megint csak rate limitet. Ez úgy tűnik, hogy most már minden ilyen kis menedzserető eszközben tényleg egy default érték lesz. Nézzünk egy mostani ö, sebességet, hogy most hogy érjük el innen ö, a szolgáltatót, mint legegyszerűbb dolgot, akit most úgy látom, hogy nem érünk el. Mi történt? Jó, nézzük meg, hogy dns nincs nincse. Én hülye. Hát, most tekergettünk Vélant az ötös sportét. Hova van az applik? Az ötös sportba. Hát persze, hogy nincs ne? Jó, <laughs> dugjuk át mondjuk a kettesbe. Azzal azonos Vélan ID-ben vagyunk, ugye az egyes Vélan ID-ben már is megy a ping, és már is el fogjuk érni a szolgáltatót. Hát, karácsony után van, délután is van, <laughs> nem is sokat alszom mostanában. <laughs> Na, azt mondja, sebességteszt, durancsunk egy sebességtesztet. De láttátok, működik a vélan. Tehát tulajdonképpen ez nem egy hiba volt, hanem meg akartam nektek mutatni, hogy működik a vélan. Ezt kész, Szóval, 95 uh, megakörül jövünk lefelé, és 40 körül jövünk felfelé, nagyjából ezek az arányok. Mi ugye sportban vagyunk bedugva, és be tudok állítani külön uh, ingressz és engressz rátét. Hát itt úgy látom fix értékek vannak, nem fogunk belehalni, az egyik legyen 8, a másik pedig legyen 4 megabit. Nyomok egy apply -t. megjelent a 8 és a 4 megabit. Nyomok egy sebességteszet, és remélhetően 4 és 8 megát fogunk látni. Ez a 4, ez jó lesz, és a másiknak is 8 körül kell lennie. Tehát ugye ezek mindig ilyen kröbeli értékek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy puff, mint, mint az új Trafipax elképzelések, hogy 51 nél már kattanik. Oké, okay, megvagyunk, működik. Mondhatjuk, hogy működik, most mielőtt még megszivatnánk magunkat. Vegyük ezt ki innen. No limit és no limit. -tel. Így van, és most remélhetőleg itt majd egy újabb értékét kapunk. Broadcast filtering. Broadcast filtering alapból ki van kapcsolva, ezt be is lehet kapcsolni. És akkor megadhatjuk, miket adhatunk meg. Mekkora limiteket? Aha, megadhatom, hogy mekkora mennyiségi broadcast üzenet az, amire hát működjen a broadcast filtering, mondjuk ez 512 megabit per szekundum, meg a kettőt van, ez iszonyú sok, tehát ennél azért ennél még ez is sok broadcast üzenetnek. Oké, okay, tehát itt, itt ezt nyugodtan be lehet erre állítani. Ha már 512 kilobit per nem több broadcast üzenetünk van egy adott porton, akkor azért az elgondolkodhat, hogy ott mi a tök történik. És elérkeztünk HAB, tehát hogy és ha megnyomom az apply akkor megkapom a user manuált, amit már a netről töltünk egyébként, vagy töltetünk le. Na, hát ennyi tud ez az egész jószág. Nem tudom én most erről mennyi ideig pofáztam, de ha egy picikét előtt átnéztem volna, akkor tizenennyi idő is elég lett volna. Viszont akkor hol a meglepetés ereje? 33 perc, ugye ebből szerintem 20 percet fogok összevágni, de igazándiból most megy az ember végignézte, másodszor ez már 5 perc alatt dekonfigurálható. Tehát nem egy, nem egy agysebészet ez a történet, úgyhogy nézzük meg melegedés hatására. Egy nagyon picit nőtt az illata, de egyáltalán nem melegszik egyébként. Én, nekem egyébként ez szimpatikus eszköz. Tehát most kicsit ilyen néha furcsán fapodos a menedzsment felülete, de működik, hiszen láttatok a vélant is leteszteltük nem is egy drága valami. Tehát, hogy a céges környezetben, ha egy picike switch kell, én tudom, hogy 5000 forint egy nem menedzsel switch, vagy 3000 forint, ez meg tizenvalamennyi, valamennyi. De, 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 próbáljátok legalább a cégeket is rávenni arra, hogy egy nyomorult menedzsel switch kerüljön, amíg egy ekkora is. Hogyha bármi van és sípolnak, akkor egyszerűen távolról rá tudsz nézni, és megnézed, hogy mi a tök történik ott. Mint például most volt egy switch hiba, ami egy nem menedzselt eszköz volt, és akkor oda kellett menni, hogy kiderüljön, hogy miért nincs a gépen hálózat. Ezt ha már látom, hogy már el érem, akkor tudom, hogy megdöglött, vagy kiúztak az uplinkjét. Minden egyéb esetben pedig, ha elérem, akkor látom, hogy mi történik rajta. Úgyhogy én azt mondom, hogy még ahol ilyen picike kell, ott is szívem szerint meg kell próbálni keresztülverni a cégeket azon, hogy valamilyen menedzselt management, management, Ment, lehetősége bírós legyen. Nem fértött ezen egy gír, mert nekem egy forintot azért nem fizetnek, hogy én ezt bemutassam. Bármilyen gyártó, bármilyen eszközéről beszélünk, egy menedzselt eszköz kerüljön bele, ha lehet. Aztán tudom, hogy rengeteg cikk szó is, nem lehet, de meg kell próbálni. Ez az ő érdekük is, hiszen így gyorsabb tud lenni a elhárítás meg ilyenek. Hát ilyenek lehet hivatkozni. Na, sziasztok! Thank <music> you.